Pénzügyi tudatosság. A fogalom, amit érdemes már egészen korán hangsúlyozni a gyerekeknél is. Ezért is jött létre már több mint 6 éve a Magyar Államkincstár Mesterecset pályázata. A hagyomány szerint tavaszra kiírt program idén a koronavírus járvány miatt őszre csúszott, a választható két téma azonban ezúttal is izgalmas. A fiatalok elképzelhetik azt, milyen fizetőeszköz lehet a leggyakoribb 20 év múlva, vagy akár ötletelgethetnek a babakötvény lehetséges felhasználásáról is. A jelenlegi pályázat során ráadásul egészen kreatív módon. A hagyományos rajz és a festmény mellett más pályázatokat is elfogadunk, tehát hogyha például valaki makettet készít, és ezt lefényképez, és ezt beküldi nekünk, ezt is természetesen elfogadjuk, vagy fényképeket rak össze, ebből csinál egy művészeti alkotást, azt is természetesen elfogadjuk, de akár még egy képregényt, hogyha megküld nekünk, annak is örülnék. Ráadásul a normál korcsoportos beosztás mellett még van egy külön szekciónk, a digitális szekció. Így tehát számítógépes rajz és grafikus programok által készített képekkel is lehet pályázni. Ebben a kategóriában a legtágabb a korhatár, 5 és 18 éves korú gyerekek egyaránt küldhetnek be képeket, míg a hagyományos technikával készült műveket az 5 és 8, a 9 és 13, valamint a 14 és 18 évesek között díjazzák. A kategóriák első három helyezettjét a Magyar Államkincstár 150 ezer, 100 ezer és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványokkal jutalmazza. Jelentkezni vasárnap éjfélig lehet a mesterecsetpályázat.hu weboldalon.